Kandultunk Angliának, olyan mint egy állam, ami hazánk nevezeti szerte a világon. Szepesi Gyuri úr, a magyar népszeme, a rádió mellett együtt éltünk velem. Kocsis Tibor, Bozsik, Cucuk, nagy labda művészek. Ez közelről sejhaj, az angol hátvédek. Hideg kuti puskás öcsi gondoskodtak róla, hogy a labda hatszor jusson a hálóba. A évszázad mérkőzése, hát ez úgy indult be, hogy 1952-ben a Helsinki olimpián, hát ott ugye megnyertük az aranyérmet, és hát mondjuk a törököknek rúgtunk egy hetest, aztán a svédeknek, akik nyertek, hát végeredményben 48-ban Angliában olimpiai aranyérmet, azok is kaptak egy hatost. Hát abban érdekességképpen, hogy elmondanám, hogy ugye, mikor ott fölálltunk, ott a svédek meg a magyarok ugye jöttek, ott a vezetők kezet fogtak mindegyik játékossal, aztán hát ugye elmentek, fölmentek, visszanéznek, középen a labda. Azt hitték, nem kezdődött el a meccs. Ránéznek a táblára, 1-0 Magyarország javára. Hát a 25. másodpercben a svéd hálóba táncolt a labda, és hát 6-0-ra megnyertük a mérkőzést, és akkor utána az angoloknak támadt az az ötlete, hogy meghívják a 90 éves jubileumokról, mert ők meg 90 év óta nem kaptak otthon ki, és hát meghívták ugye a magyarokat annak érdekében, mert hát akkoriban úgy mondták, hogy 3 csapat van, angol, brazil és magyar csapat a világon, az, amelyikek a legjobbak közé tartoznak. Na most ugye, hát húzódott az idő, ugye hát annak idején ugye nem úgy nézett ki, mint ma, mert hát a sajtó, úgy szoktam mondani, hogy hegyes halomig terjedt, seki sebe, már nem ment, nekünk fogalmunk se volt arról, hogy az angolok mit tudnak. Hát az angoloknak se lehetett sok tudományuk rélük, habár előtte, mielőtt mentünk ki Angliába, a svédekkel játszottunk Pesten egy mérkőzést, ott, ahol hát keservesen, hát 2-2-t csináltunk, nem játszottunk rosszul, de hát minden rosszban van valami jó. Hát itt volt az angol szövetségi kapitány, Winterbottonnak hívták, és a angoloknak, illetve a svédeknek a szövetségi kapitánya, az is angol volt. És hát ugye ők azt hitték, hogy a magyar csapat ennyit tud, mint itt, mert ez volt talán az egyetlen alkalom, amikor a magyar közönség kifityölt bennünket. És aztán hát ugye, mivel hogy először úgy volt, hogy repülővel megyünk Londonba, és akkor kitalálta a szövetségi kapitány, a Sebes Gusztáv, hogy hát menjünk el vonattal Párizsig, és ő Párizsba elintézett egy mérkőzést Renault gyár csapatával szemben. Hát, hogy ebben egy kicsit úgy feloldódjunk attól a illetve attól a meccstől, amit ugye nem játszottunk jól. Na mostan ugye, hát a Renault gyár csapatával játszottunk, hát itt találja el, hogy mi volt az eredmény. Mennyi? Hát 18-0 volt az eredmény. Azért ugye az angolok találták ki a VM rendszert, ami ugye azt jelentette, hogy a középcsatár elő van, itt van a két összekötő, és a két szélső szintén ottan. Hát mi pedig akkor már ezt a
angol stílust ugye levetettük, hanem átmentünk a 4-2-4-re, ami azt jelentette, hogy a középcsatár az hátul van, és a két összekötő van elő, fordítottban, mind ahogy ők. Tehát ez aztán meglepte őket, ugye, mert ehhez nem szoktak hozzá. A játékvezető elég magas, 47 körüli férfi, azt mondják, hogy Hollandiában igen jól vezeti a mérkőzést. De nézzük most, mi lesz, Budainál van-e pillanatban a labda? Budai egy csel csinál, aztán Kocsisnak adja, Kocsis azonban elválasztják a labdától. Szerencsére ott van Bozsik, Zakariás, majd újra Bozsik a labda útja. Aztán Hidekuti, Hidekuti egy csel csinál, most lő a pillanatban, gól! Óriási, 1-0-ra vezetünk! Hidekuti 16 méteres lövése, a jobb felső sarokba szállt. Hallgatói, 1-0 eredmény Magyarország csapata javára az első percében. Johnstonnak hívták a közép hátvédet, a Hidekuti volt az ellenfele, ugye papíron a VM rendszer szerint ott kellene lenni mellette. De hát a Hidekuti hátrá volt vagy 10 méterre, és a Kocsis meg a Puskás volt a közelébe. Hát úgy szoktam mondani, hogy ez a Johnston nem tudta, hol lakik az Isten. Mert akárhogy kereste, nézegetett jobbra-balra, csak a Hidekutit nem látta. Hát a Hidekuti megvárakoztatta a csapatot itt Londonban, csak a 45. másodpercben rúgta a hálóba a labdát. Ugye, mert előtte a svédek ellen a 25-be már bent táncolt a labda, és hát ugye ezzel indult maga a gépezet benne. Fogalmunk se volt egymásról, ők nem ismertek bennünket, mi nem ismertük őket, ugye, mert hát úgy említettem, ugye nem volt semmi lehetőség abban, hogy ugye televízió nem volt még abban az időben, hát az, hogy most tudja az ember, hogy az angolok hogyan. Na de hát ugye nem is lényeges benne az, hogy az ember mennyire tudja, hanem mennyire akarja az, hogy nyerhessen. Mindahogy ugye sikerült 6-3-ra megverni az angolokat, és hát ezzel ugye bizonyos fokig, illetve hát mikor még kikaptunk, illetve döntetlen csináltunk a svédekkel, akkor utána mondták, hogy ez az mérkőzés az angol-magyar évszázad mérkőzése lesz, ugye, mert ők biztosak voltak benne ez a svéd mérkőzés után, hogy hát ők nyernek. Hogy megszerzi aztán a labdát a kapus, de pillanatban rosszul rúgja ki, pontosan Puskás lábára. Puskás Tibort szökteti, Tibort elmegy Remzi mellett, most vigyázz Zoli, Puskásé, Puskás áttör a védőkön, elesik, hely nem futja a bíró, de Hidekutinál a labda lövés, gól! Bravo! Hidekuti szerezte a második gólt is, nagyszerű volt, és pedig úgy szerezte ezt a második gólt, hogy hatalmas bombát eresztett meg, kedves hallgatóim, egy óriási Nandi bombát, és a labda az egyik védőjátékos, ha lól láttam, Johnson vagy Eckersley lábáról vágódott be, az elmozduló Merrick mellett a kapuba. 2-1, tehát most az eredmény, 2-1, de sokkal jobban játszunk, csak tartani tudják a fiúk ezt az iramot, tartani tudják. Hát ugye, ami 90 évig sikerült nekik, hogy nem kaptak ki ebbe a 90 percben ma, nekik volt nekik, mert hát azért kaptak egy hatost, és akkor utána hát kértek egy revansot, hogy hát ez csak kisiklás volt az ő részükről, hanem hát Magyarországon majd vissza. Hát a következő év májusában hát valóban meg is történt Magyarországra, hogy jöttek az angolok, hát amire hát most úgy szoktam mondani, hogy az angolok egy hétre jöttek, és 7-1-el mentek el. Hát ugye, hogy azért az I betűre még nagyobb pontot tegyünk, ugye 6 helyett így 7-et kellett rúgni annak érdekében, hogy hát meg tudjuk nyerni. Hát azért, gyerekek, azt hiszem ez volt a csúcsa,
103 ezer embert préseltek be a Népstadionba, illetve most már Puskás stadionba. Tehát lényegében ugye azért a közönség az is szereti a győztes csapatokat, és szeret ott lenni azokon a mérkőzéseket, mint ahogy ugye most utóbbi időben 15-20 ezer, meg mit tudom én, mennyi ember létezik egy-egy válogatott mérkőzése. Tehát lényege benne az, hogy ugye ezzel a 6-3-mal, és utána ezzel a 7-1-el, hát mondhatnám így, hogy a világ tetejére röpítették a magyar futballt. Puskásnak teszi Puskás, ami itt él felünkről indul el vele. Laposan gurítja Kocsis lábára, Kocsis laposan tovább Bozsiknak, Bozsik laposan tovább Hidegkutinak, Hidegkuti laposan tovább Budainak, így laposan, na most laposan Cibornak. Cibor elmegy a labdával, nincsen rajta senki, a jobb szélső helyén van egy pillanatban. Cibor most az alaponalról Puskásnak adja, Puskás cselcsinál, lő, gól! 3-1, gól, 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 gól! Puskás lövés az ötösről berekült az alfelső sarokba, 3-1-re vezet Magyarország csapata Anglia válogatottja ellen, óriási volt! A közönség terülben fölugrottam és örömemben megcsókoltam egy angolt, megmondom mindjárt, hogy egy angol férfit, bár mellette ül egy tolmács, ide jó volt, Puskás ballába, lövése beakadt a bal felső sarokba, 3-1-re vezetünk tehát most. A világviszonylatban ma is ismerik hát a 6-3-nak a mérkőzését, az évszázadnak a mérkőzése. Hát erre mondanak egy példát, egy Dorogi Leánzó 4 vagy 5 évvel ezelőtt interneten egy maláziai fiúval összetalálkozott interneten, és hát végén megkérdezte tőle, mit tud Magyarországról. Hát ez a maláziai azt mondta, kicsi, kommunista, aranycsapat. Ezt a hármat tudott róla. Hát ugye a világ ma is emlékezik, aztán nagyon sok ember, aki jár, mit tudom én, Afrikában, meg nem tudom én, hol, Amerikában, az pedig ugye volt, aki mesélte azt, hogy hát üzletemberek voltak, mentek taxival be a repülőtérről, elkezdtek beszélni egymással, kérdezte a taxis, hogy hogy beszélnek, hát mondta, hogy magyarul. Aztán hát az illető elsorolta az aranycsapatot, és még a taxit se kellett kifizetni. Úgyhogy aztán az, ami még velünk történt meg, az 98-ban volt, Floridába, ahol hát még a Puskás öcsiék is ott voltak, a Grosics, Hidegkuti, jó magam, és hát onnan mentünk át Floridából Kanadába, és hát a repülőtéren ottan hát egy ember volt, aki dolgozott, és hát az nézegette az útlevelet, hogy Hungary, 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 hát törte a fejét, hogy mi is, hogyan, mi is bűzlik neki. Hát aki volt velünk, ugye magyar tolmács, az hát elmondta nekik, hogy kit vagyunk. Hát ez az ember, amikor befejezte a vizsgálatot, az az egy személy, mi várakoztunk a beszállásra, oda jött és elsorolta az aranycsapatot, pedig 53-ban nem is élt. Budai elmegy a labdával, elkezdi becsúszó szereléssel, próbálja elcsípni. A játékvezető azonban szabadrugást ítél a miénk javára, úgy ítélte meg, elkezdi megmozdulását. Szabadrugás a miénk javára, tehát mintegy 20 méterre, 25 méterre Meri kapujától. Bozsi készülődik neki a labda elrugásának, Puskás beleteszi a lába, gól! Gól! Rajta gól! Bozsi rárúgta a labdát, Puskás a mellette lévő rajt mellett, beletette a sarkát a labda útjába, Puskás sarkáról az elmozduló Merrick mellett bevágódott a jobb alsó sarokba a 4. magyar gól. 4-1-re vezetünk Wembley stadionban, Anglia válogatottja ellen. De megérdemeltem vezetünk ilyen arányban is, csodálatosan játszanak a fiúk. A világon mindenütt tudják ugye a magyar aranycsapatot, és hát ugye ennek a jövőjét nektek fiataloknak kell átvenni annak érdekében, hogy azért ugye
tudjatok olyan eredményt elérni, az, ami hát végeredményben ugye egy nemzetnek a nimbuszát tudja segíteni, mert a futball az nem önmagáért van, a futball az a közönségért van, és az, aki pedig hát címeres meszt magára húz, annak kutya kötelessége mindent megtenni, annak érdekében, hogy egy nemzetnek, nem csak a stadionban levőknek, hanem azok, akik ma már televíziók, vagy bárhol vannak a világon. Ugye például az erdélyiek mondták, hogy fölmentek a Hargita tetejére, hogy a detektoros rádiót keresztül hallják a Szepesinek a közvetítését, az, hogy a magyar csapat milyen eredményt és hogy játszik. Támadás, ott van Mortensennél, Mortensen áttör Lórenc mellett, ott van Buzsánszky, Mortensen lő! Gól! 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 Szépen hangzik ez a 6-3, ugye, hogy most már az embereknek a lelki világából, az igazi drukkerekéből kitörölni nem lehet, de hát ugye azért vannak ilyen dolgok a futballban. Jani bácsi, volt egy játékos, akit a mai napig nagyon bánt, hogy ott ült a kispadon, és ő nem léphetett pályára. A Sándor Csikar, Sándor Károlyról van szó. Igen. Hogy egy Sándor Csikar nem férhetett be ebbe az aranycsapatba? Hát az, hogy a Sándor Csikar egyéni játékos volt, viszont a többiek meg csapatjátékosok. A budai csapatjátékos volt, egyénileg lehet, hogy a Csikar az jobb volt, na de hát ő nem adta a labdát be, ő mindenáron ő akart mindig gólt rúgni. A budai az pedig elment, berakta a labdát, vagy a Hidegkuti, vagy a Kocsis, vagy a Puskás, valamelyik ott volt, aztán a többit már elintézte. Tehát a Csikar az azért nem tudott oda, ha most mondom azt, hogy Svédországban játszottunk, keservesen vezettünk 3-1-re fél időbe, a Csikar játszott első fél időbe, utána a Sebes Guszti bácsi kicserélte, visszament a budai, 7-2 lett az eredmény, vagy 7-3, most nem tudom pontosan. De lényegében már egy hetes rúgtunk. Tehát az más a csapatjátékos, más az egyéni játékos. Most akkor mondom azt, hogy a mai világban a Gyurgyák. Egyszerűen 2 évvel ezelőtt a Magyar Sport, az újság, finanszírozta, tehát mindig jókat írt róla, stb. Minden. Aztán ugye, hogy a Real Madrid is már figyelemmel kíséri, aztán ugye arról már nem beszéltek, hogy egy hét múlva pár sorban megjelent, hogy a Real Madrid nyilatkozott, hogy neked Gyurgyák nem kell, mert nem csapatjátékos. Tehát lényegében ugye 11 embernek kell egy huron pendülni, annak érdekében olyan, mint a cigán zenébe, ha másképp húzza a vonót, akkor semmit nem ér az egész, ugyanúgy van a sportban is, tehát lényegében egy huron kell pendülni annak, hogy nem egyéni játékos, hanem 11 ember van a pályán, és a 11 ember sokkal könnyebben meg tudja oldani, mint ő. Megy, és az alapvonal előtt elcsípi. Most adja befelé, Öcsi, vigyázz a labdával. Most vágja befelé, Kocsis fejjel, kapufáról vágódik Budai elé. Milyen bal szerencse. Most ott van megint Bozsiknál a labda, 16-osról lövés, gól! Először Kocsis fejjel, a kapufára vágódik, de aztán Bozsik jobb lábas lövése. Jenő bácsi, jobb hátvédet tetszett játszani, és a Robbot, a balszélsőt önfogta. Említette, hogy hát nem is ismerték egymást. Ne. Ő milyen típusú játékos volt? Cselezgetős volt, vagy inkább az a futó típus? Hát mind a kettőnek kell lenni ezen a szinten. Tehát ha ott van, akkor cselezni kell tudni csinálni, ha pedig futni kell a labda után, akkor pedig utána kell futni, vagy ha nekem ott van a szabad területem, akkor meglódulok a labdával, stb. Minden, ugye ezek a variációk vannak egy-egy embernek lehetősége, ha eredményes akar lenni. Tehát lényegében, hogy milyen volt, hát
mit lehet mondani? A nyertes az azt mondja, amit akar, a vesztes meg mondhat, amit akar. Úgyhogy hát így néz ki a világ. Jenő bácsi, na most ott hátul, ott ki volt a főnök? A Grosics volt, a Fekete Párduc, vagy a Lóránt volt, a Center Half? Hát egyik se. Hát egyik se volt főnök, ott a, nincs, ugye, mert, a, hogy hívják, ugye mindenkinek megvan a szerepe abba, ugye, hogy eredményt tudjon tenni. Nem ott kell megtanítani, súgni neki egy, hanem ugye az már gyakorlatilag tudni kell mostan például ugye ott hátul, hogy ki volt, ugye az, hogy ha jobb oldalon ment az ellenfélnek a támadása, akkor ott a Lantos, a Lóránt oda ment a közelükbe, én középre mentem be, és akkor úgy próbáltuk ugye valahol a támadásaikat ellensúlyozni. A támadásnál pedig ugye megint ugyanaz volt, hogy mentünk utánuk segíteni a támadáson, ne legyenek nagy hézagok, ha véletlenül elrúgják a labdát, akkor egy üres területre menjen be, és akkor sprintelni utána, hanem ott legyen az ember a közelében. Tehát egy csapatnak egy húron kell pendülni. Volt térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! Csodálatos volt, még nem hittem, hogy láttak, futballpályán, mit ez volt. Emelgették a fiúk a labdát, és aztán Hidegkuti kapásból, amikor megkapta a labdát, 5 méterről bomba erősen küldte be a háló közepébe a labdát, és pedig a második félidő 8-9. Percében, 6-2 az eredmény. Én tudtam, hogy a Bozsik, mikor felugrik, akkor behúzza a nyakát, akkor hátrafelé a labdát. Ugye? Szóval össze kell hangolni egymásnak a gondolatát, és 11 embernek egy húron kell pendülni, és akkor van eredmény. Ma sajnos ez nincs a magyar futballban, hogy egy húron pendülés. Ugye van, aki német iskolában van, illetve német futballt játszik, másik angolt játszik, hollandot játszik, ma oroszt is, meg olaszt is, mit tudom én, mindegyeket. Hát, ha jönnek ide, akkor nem egy huron pendülők. Jenő bácsi, a csapatkapitány Puskás Ferenc volt, Puskás Öcsi bácsi. Ő, neki milyen meglátásai voltak, hogy ő sugott tényleg, hogy ő irányította, ugye, hogy merre kell menni, mozdulni a pályán? Hát, csapatkapitány annak idején mindig a legjobb játékos volt, minden egyesületben is. Az volt benne, aki a pályán dirigálhatott. Az edző itt ottan lejárta a mandátumon, majd szünetben megint elmondhatta a véleményét. Ottan pedig most akkor na, a jobb szárnyuk az erősebb, akkor vigyázzunk a balvédelem, erősíteni kicsit, segíteni nekik, vagy ez, vagy az, vagy amaz. Ugye ezt a csapatkapitány mondta, és el lett fogadva. Tehát nem úgy volt, hogy most mit jár a szád, hanem az, hogy neki ez a dolga. És ugye azt elmondta, hogy jó 10 perc, negyed óra után, és akkor mindjárt másabb volt az egész dolog, nem a sebesnek a dolga volt. Az megjegyezte, szünetben elmondta a maga nézetét, és akkor esetleg ugye akkor az az övé volt. Jenő bácsi, Guszti bácsi, mit mondott a találkozó előtt, illetve utána mit mondott a szünetbe? Hát lényegében ugye, azt mondani, hogy nektek minden áron nyerni kell, ezt nem tudta, nem mondhatta, mert hát azért ellenfél is van ottan, de hát ő nem is ez a stílus volt. Ő összeállította a csapatot, mint ahogy mondtam, a többi a pályán, csapatkapitány vezéletével zajlott le. Na mostan ugye, mivel hogy nem ismertük, hát ott nem tudtuk azt mondani, hogy ez mostan ilyen cselező, vagy olyan cselező, vagy mit tudom én, marha nagyokat tud rúgni 20 méterről, és hát ugye ilyeneket nem ment. Mi, nekünk egy célunk volt, mi játsszuk a magunkat, minket nem érdekelt az ellenfél, hogy az milyen stílust játszik, hanem játsszuk a magunkét, és akkor, ha van valami olyan, akkor az a pályán elrendezzük mi egymás között a dolgokat. Tehát lényegében
hiába mondják azt, hogy na most neked gólt kell rúgnod, hát nem biztos, hogy te kerülsz olyan helyzetbe, hogy gólt rúgja. De ha oda kerülsz a helyzetbe, akkor be kell rúgnod. Tehát ez nem az edzőn, nem a Sebes Gusztávon, se nem a másikon múlik, hanem magán a játékosokon. A csapaton belül segíteni kell egymást, ugye? Mert ugye például nálunk is ugye volt, ugye vigyázz a jobb kezed, ott van, vigyázz hátad mögött van már valaki, hát vedd észre, és akkor te kerüljél oda. Tehát ezek az aprólékok, amik vannak, amelyeken múlanak az, hogy hogyan tud egy csapat összmunkába lenni, észrevenni. Ugye, mind ahogy sok mindent tud az ember, ugye egy-egy rúgásról, ugye, például ugye az ember tudta a kocsistán, amikor megy felé a labda, ugye, akkor így jobb lábbal csinált legtöbb esetben egy ilyen pörgést, hogy kipörög oda a labda, ráfordult, a budai már szaladt is, már mert tudta, hogy ő kapja a labdát. Tehát onnan aztán budainak egy dolga van beadni a labdát, aztán bent a kocsis hidegkuti puskás elintézik a többit. Most és Hidegkutinál van-e pillanatban a labda? Hidegkuti Puskásnak adja. Szét van verve most az angol védelem. Öcsi most Hidegkutinak! Hidegkuti lő, gól! Gól, gól, és a játékvezető offside-ot ítél. Hát egy ilyen gól, te jó ég! Hát mit csinált a játékvezetője pillanatban? Hallatlan dolog. Kiugrott hátulról Hidegkuti, és remekül vágta az elmozduló Merrik mellett a hálóba a második magyar gól. Leo Horna játékvezető azonban nem ítélte meg. Tehát nem sértődések, hanem csapatmunkának kell lenni, annak érdekében, hogy eredményes tudja lenni. És az ritka, megint csak mondva, hogy minden posztra olyan egyéniségek tudnak kerülni be, mint ami annak idején az aranycsapatnál is voltak, vagy ugye, mint mondtam, az osztrákoknál, vagy olaszoknál. Amikor először kerültem be a válogatott keretbe, akkor pontosan Zalaegerszegre mentünk le edzőmérkőzésre vonattal, és hát a Fülkék voltak, abban voltam bent, amelyek be a Hidegkuti, Puskás, Bozsik, meg stb. És ott voltak. Na most ugye én, mint kezdő, hallottam, ugye ők beszéltek a válogatottról, stb. Nemzetközi meccsékről, amiben én nekem nem volt részem, ugye csak fülemüléztem. És ugye, hát ettől a Puskás megunta, mondta azt, mondja, ide figyelj bányász, ne toljál be, segíteni fogunk. Na most ez egy olyan jó lélekemelő volt az embernek, hogy ugye az elsőben is, hát mindjárt edzőmérkőzésre is, ugye már így visszadták egymást. Aztán nem beszélve arról, most mondom azt, hogy például nekem egyszer Dunói városban megrúgták a sítcsontomat, mert én nem viseltem sítcsontvédőt, és hát egy gyulladásba jött a csontom, és akkor játszottunk a Honvéddal a Dorogon, aztán hát így Laticella becsavar, beközítettük a lábamat, rögzítettük, hogy hát ha rúgnak, akkor ne a sípcsontot találják, hanem a Laticellt. És aztán a Puskás kiszúrta, hogy hát vastagabb a sípcsontom, mint a combom, vagy combom. És hát jött oda, hogy mi van, hát mondtam neki, hogy hát megrúgtak. Aztán mondja nekem, azt mondja, ide figyelj, hát jövő héten megyünk Svájcba. Hát ha megrúgnak, nem tudsz jönni. Hát mondta neki, ide figyelj, nekem ez a meccs a fontos mostan. Nekem mindig aminél vagyok. Oda hívta a Honvéd játékosokat, azt mondta nekik, gyerekek, ha Jenőt valaki megrúgja, azt úgy fenéken rúgom, hogy kiröpül a tribűre. Szóval mi így voltunk egymás között. Jenő bácsi, az évszázad mérkőzésén az évszázad gólját lőtte Puskás, azt a bizonyos visszahúzós csert. Igen. Hogy megmerte ezt tenni? Hát, egy angol csapattal szemben. Na hát az nem mersz, hanem az tudásnak a kérdése, hogy meg tudja-e csinálni.
ugye, mert hát abban a dologban, ugye most mit tudom én, itt volt a kapu, igen. Ide ment a Cibor bal szélső létére, jobb szélen ment el, igen. Ide Puskás bal összekötő helyéről, jobb összekötő helyén itt volt, és akkor itten ugye ment cselezett egyet kifelé, és utána úgy csinált, mintha rúgna, igen. És akkor egy lövőcselt, és visszahúzta a labdát, és akkor mindjárt a bal lábán volt rajta, és akkor körülbelül 3 méterről a egészen az ő oldalán levő, mondjuk ugye itt ez a kapufa, innen csinált egy kanyart, és a léc mellett bement a kapus. Ugye már nem tudott oda nyúlni, mert hát akkor beleveri a fejét a kapufába. Tehát ez csak egy puskás tudja megcsinálni. Ezt soha nem fogja látni évszázad múlva se egy ilyen cselest és egy ilyen gólt. És lőtt egyet a Bozsik? Tessék? A Bozsik is lőtt egy gólt. Hát a Bozsik is lőtt. Az a második hullámba érkezett? Második hullámba, nem. Ott volt ő. Hanem az, hogy a Hidegkuti volt, amelyik, hát a Hidegkuti rárúgta, kapufáról visszajött a labda. Ugye, és eléggé zicseres helyzet volt, és akkor hát a Bozsikhoz keveredett, adját igazított neki, aztán keresztbe, hosszú sarokba oda bevágta. Dobás, aztán Mortenseni, Mortensen fejjel küldeni tovább, Grosics azonban rámegy a labdára, kijöjj ki! Az angolok és 11-es ítél a játékvezető. Gyula, mit csináltál, A magyar védelem megint összehozott egy 11-est, egy gólt. Jaj, teljesen nyugodtan jött a labda felük, senki nem volt ott, amikor Lóránt vagy Buzánszki zavarta Grosics, a 11-es, Remzi áll a labdának, lövés, gól! Jaj, fiúk, ezért Dekár volt, ezért a gólért, nem lett volna szabad ennek bemenni a... Ennyit tudnak. Jenő bácsi, megfordult az ott a védelem fejébe az, hogy amikor kiegyenlítettek az angolok, hogy itt baj lehet ezen a meccsen? Nem. Hát ugye most hát nekem megvan kazettán egy ilyen beszélgetés, utána a mérkőztetők Grosicst is ugyanígy kérdezték, hogy hát döntetlenné mit gondolt, vagy nem tudom én másik gólnál, hogy hát mi lesz a vége. Mondta, hogy nem, mert látta, hogy a csapat jó játszik. Tehát, hogy nem kellett idegeskedni, hogy na most kaptam egy gólt, most aztán mi lesz a vége. Hát persze ugye utólag könnyű mondani, hogy ez így jó, de hát van is benne valami igazság. Mert ha valaki fél a pályán, ahhoz, hogy most a labda hozzám kerül, Jézus Mária, most kinek adjam, hát mielőtt az odaér, azt már nekem látni kell, hogy én kinek adom a labdát. Nem akarán a kezdéke gondolkodni rajta, hogy most hogy, mint. Jenő bácsi, Lórán Gyula tényleg már amikor vonultak ki az öltözőből, a kiválasztotta az ellenfelét, és már akkor megijesztette? Hát... Mondja el nekem. Hát ugye a Lóránt az egy külön kategória, mert hát ugye ő, hát amikor ugye akkor az időben ugye nem volt számháború, mint mostan, ugye a dresszekben, itt egy 85 éves a nagymamám, hát akkor most azt a számot kérem, stb. Ugye, mert annak idején 1-től 11-ig voltak a kezdőknek a számai. Na most ugye, amikor mentünk kifelé, akkor a Lórán tudta, hogy a 10-es az az ő ellenfele. Ottan, hát aztán valahogy mindig eltévedt, mert mindig az ellenfélnek, a 10-esnek a lábára lépett a tyúk szemére. Aztán hát avval ugye el volt intézve, hogy pardon. De hát már ugye a Pajti már megnézte, hogy hát azért nem lesz könnyű dolga a Lóránttal kapcsolatban. Tehát ő már lerakta a névjegyét az illetőnek a lábára. Azért, hát egy ilyen típusú játékos volt. Jenő bácsi, kevés szó esik arról Zakariásról, akit ugye mindenki csak szürke eminenciásnak hív. Hát az nem mindenki, mert csak a hozzá nem értő emberek, uh-huh. Ugye, mert ő neki egy dolga volt, ugye a Lantos nem a gyors játékosok közé tartozott,
hogy ne tudjanak olyan szöktetést adni, amely kilövik a lantos mellett a labdát, és versenyfutás van, hanem ő a szűrő. Tehát szürke eminenciás, így nevezték el, de hát nem szürke volt, hanem ennek ez volt a feladata, ezt ő nagyon jól teljesítette, és hát mi soha nem balhéztunk vele, hogy na most a, hát így vagy úgy vagy amúgy, hanem hát ő megtette a magáit, az, ami a feladata volt. Vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúg a taps! Hallgassák ezt a tapsot, hallgatóim! Tapsoljanak velünk! Tapsoljanak a magyar csapat játékosainak! 6-3-ra győzött a magyar csapat Vemdében! Ragyogó győzelemet, méltó betetőzés az idei mérkőzés sorozatoknak! A római, a stockholmi, a prágai, a bécsi diadal után Londonban, Wembleyben győztük le az angolokat, akik 90 éve nem szenvedtek otthonukban vereséget külföldi csapattól.